Furcsa hely lett a belváros. Az egykori gettó területén ma is ugyanazok a régi bérházak állnak, ahol még a nagyszüleim laktak, de a szűk utcákban már csak elvétve találni kis üzleteket, hentest és trafikot. Helyüket átvették a bárok, kocsmák, szórakozóhelyek. De az utcákon főként turisták és bulizó fiatalok mászkálnak. Tulajdonképpen ez a Kazinci utca környéke, beleértve a Gosdú udvart, a Deák téri óriáskereket. A főszereplő itt lakik, az én történetem főhőse egy 17 év körüli gimnazista lány, aki egyszer csak rájön, hogy annyi kamu dolog kering a világhálón, annyiféle álhírt hallunk, annyi ál oldallal találkozunk a neten. Nem lehet tudni, hogy miből mennyi az igazság. Tele van minden városi legendákkal, és ezért azt gondolja, hogy ő tesz egy próbát, és megteremti a saját városi legendáját. Kipróbálja, hogyha ő itt most elkezd valami rendkívülit csinálni, tud-e hírré válni, és körbeér-e a világon, és módosul-e menet közben. És akkor tulajdonképpen kitalálja azt, hogy ő elkezd segíteni. Kis ügyekkel kezdődött az egész, csak jöttem, mentem a környéken, és ahol kellett, segítettem. Hazacipeltem a szatyrot egy néninek a Veselényi utcából a nagy diófába. Megmutattam az utat az eltévedt turistáknak, adtam egy kisgyereknek raktapaszt a Király utcai játszótéren, amikor leesett a mászókáról. Ha kérdezték, hogy hívnak, sejtelmes mosolyjal csak annyit feleltem, hogy én vagyok a rózsaszín felhőkarcoló. Azt az imidzset találja ki magának, hogy ő rettenetesen magas, de ilyen kínosan magasnak érzi magát, és mindig mindenki úgy bámul rá, mint egy felhőkarcolóra, hogy akkor azt kell mondani, hogy ő a rózsaszín felhőkarcoló. Ja, mert hogy ráadásul poénból, hogy egy kicsikét kitűnjön a lógóorú kamaszok közül, rózsaszín ruhákat hord. Van most egy ilyen szuperhős kultusz, és minden gyerek Marvel filmet néz, és minden gyerek rajong a különböző szuperhősökért, és ez egy nagy kérdés, hogy hát ugye mindenki a saját hőseivel próbál azonosulni, hogy lehet egy mai fiatalból, egy mai budapesti fiatalból olyan szuperhős, ami nem egy akciófilmbeli hős, hanem valaki, aki itt él köztünk. Tehát, hogy a saját életén belül hogy tudja a saját szuperegóját megtalálni, és egy picit erről is szól ez a novella. Az a helyzet a Buli negyeddel, hogy itt elindult valami szuper dolog, mondjuk szerintem egy 10 évvel ezelőtt. Ha a gyerekem egy picit nagyobbak lettek, akkor pedig rácsodálkoztam itt a belváros szívében kiépült teljesen új lehetőségekre. Azt, hogy ez ilyen koncentráltan, szuperül, egy helyen, bebarongolhatóan legyen meg, ez egy teljes újdonság volt nekem, és én borzasztóan élveztem is. És aztán az elmúlt néhány év alatt ez eltolódott. Ami 10 évvel ezelőtt egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú, romkocsmás, izgalmas éjszakai életet ígért, az mostanra átalakult egy turista csapdává. Máshol estére lecsendesedik a környék, de nálunk ilyenkor indul be az élet. Éjfél után sárga taxisorok arra szólnak a vidáman dülöngélő embertömegben. Az idősebb emberek gyakran szörnyűködnek, hogy milyen lett a világ, de én szeretek itt élni a kikövezett Kazinci utcában. A Budapest táj az egyik helyszín ennek a történetnek, méghozzá egy bizonyos szempontból egy nagyon romantikus fordulatot hozó helyszín, mert hogy a főszereplő lány előtte ismerkedik meg a Deák téren egy sráccal, aki ráadásul éppen valami drogokat próbál vásárolni, el akarja terelni a fiút erről a drogvásárlós, bedrogozós irányból, és felcsalja tulajdonképpen magával a Budapest tájra, de persze belógnak, mert pénzük az tulajdonképpen erre az akcióra nincsen. Aztán nem beszéltünk, csak figyeltük, ahogy fokozatosan feltárul alattunk a város. A háztetők fölé érve egyszeriben kirajzolódtak az utcák, az esti fényben fürdő épületek, az autók fehér és vörös fénycsóvái. Megláttuk a Dunát, a budai oldalt, a kivilágított Lánchidat, a várat. Lélegzetelállító volt, mintha egy olyan hely felett repülnénk, amit az álmainkból már ismerünk.
Azt például tudom, hogy a mostani gimnazisták nagyon nagy előszeretettel járnak ki a Deák térre. Amennyire tudom, ez nagyjából egy szubkultúrává nőtte ki magát, mert több gimnázium tagjai járnak ide találkozni.